Szerdán is rendeztek fordulót az NB1B piros csoportjában, a nyíregyháziak azonban nem léptek pályára, mivel az oroszlány csarnok problémák miatt a találkozó elhalasztását kérte. A Veszprém elleni hazai sikert követően egy héttel így ismét a Continental arénában lépnek majd pályára bajnoki meccsen a kékcápák. A vasárnapi ellenfél Győri KC eddig 3 meccséből 2 megnyert. A korábban a nyugati csoportban szereplő győriekkel a legutóbbi szezon rájátszásában találkozott a Blue Sharks, akkor 2 győzelemmel zárta az 5. helyről döntő párharcot Siska János együttese. Annyi előnyünk van, hogy a Győrrel azért játszottuk már tavaly, ugye az 5. helyért. Azért ott is volt játékos csere, edzőcsere. Annyi vagyunk előrébb, hogy ők már lejátszott a 2 meccset, 2 bajnoki mérkőzést, azoknak a felvételét már meg tudtuk nézni, meg tudtuk vágni, ezért kicsit előrébb vagyunk, mint a Veszprém ellen. Mindenképpen kevesebb eladott labdát várnék el, ugye 20 eladott labdánk volt, azzal nagyon nehéz mérkőzés nyerni, illetve ugye a támadásban a játékunkat is újítani kell, itt az Ednek meg kell találni a helyét, hogy ő is több pontot tudjon dobni, illetve Palánk alapján mindig hiányoznak a pontok. Illetve az, hogy az első félidőben is olyan keményen tudjuk védekezni, mint a másik félidőben. Az első félidőben kaptunk 45 pontot, másodikban csak 24-et. A Veszprém ellen 31 pontot szerző Czura Attila abban bízik, hogy a csapat azt az arcát mutatja majd a Győr ellen, amelyiket a hazai mérkőzésen láthattak a szurkolók. Szerintem a Bonyhádi elleni mérkőzésen egyszerűen csak egy olyan rossz napot fogtunk ki. Nem úgy játszottunk, ami ebbe a csapatban benne van. A Veszprém ellen pedig összeszedtük magunkat, ott se ez a könnyű meccs volt, szóval eléggé brusztolós volt, de igazából a fiatalok is be tudtak szállni, szerencsére én is tudtam pótolni Busivánt, nagyon hiányzott a meccsből, de győztesen tudtunk kijönni a végén. A Nyíregyháza Blue Sharks győrmérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental arénában. A Kölcsey televízió nézői hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Bonyhád Nagykőrös, Budapesti Honvéd MTK Török Bálint, Vasas Akadémia, Vásárhelyi Kosársuli, Békés Oroszlány, Miskolc Tehetséges Fiatalok és Veszprém PVSK 2.